lezárjuk a programot, és úgy lesz lebonyolítva a program, hogy lesz egy grundbirkózás, utána megint egy másik program, utána megint grundbirkózás, tehát nem egyben lesz lebonyolítva az egész verseny, hanem egész napra eltoljuk, és az eredmény hirdetés majd valamikor ilyen 5 óra környékén történne. Szegedi Mirko, igaz? De most nem iszunk el, hogy mi van egy kakcénéknek van. Most már egy kis csomagot, ez a tiéd. 26 kiló. Fölmenjünk egy kis. Bátra jöjjön mindenki, mert nagyon szép kupáim vannak a győztesek. Yeah.
van. Először legyél ember. Ha ember vagy, akkor legyél sikeres. De ha nem vagy ember, akkor a siker is felesleges. Hölgyeim és uraim, Módos Jani bácsinak még egy óriási tapsot, a mester, az élő legenda, aki együtt dolgozott Varga Jánossal és a többiekkel, Polyák Imre, és mindenki tudja, hogy ki ő. Még a Varga János és a Polyák Imrének se kell egy másodpercet sem gondolkodni, és itt én becsinítek meg minden percét, minden pillanatát, amit köztetek van. Kicsit megértettétek? Yeah! 18 legenda, 52 aranyéven, és ők mutatják be a technikákat. Engem is eldobtak. A kőben birkóznak, te vagy a nótafa. Nyuszi, a kőben birkóznak, te a fihárnak. Nyuszi, a kőben birkóznak. Két nap, három nap, 10 nap, 100 nap, 200 nap, 300 nap, 5 évig, 10 évig, akkor az az igazi bajnokság. Aki megadja magát, az nem jó jel. Ki adja meg magát? Van itt olyan köztetek? Tegye fel a kezét, aki birkozó akar lenni. Fel a kezeket, hadd lássam. De kevés kész. Hát mi van, az idősebbek nem akarnak birkozók lenni? Mindjárt egy idősebbet is behozok a szőnyegre, hogy rendeljen. Behozzak egy idősebbet? Jó, 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 tudom, hogy szeretnétek. Ne sajnáljál! Jó?
No, no, no.